Izzó hőfokozatú mérkőzésen nagy erőfeszítésre késztette és meglepte az érnői kézoldó csapat a Ferencvárost a hétvégén a BL főtábláért folytatott selejtező torna döntőjében. Szabó Adina itthon bronzérmes együttes a csatában elvesztette trisscsukot sérülés miatt, a Gárda pedig novemberben a kegben folytathatja majd. Most Tekoer Norbert klubelnökkel beszélgetünk a nagyra törő tervekről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát kezdjük ott, hogy ha jól láttam, akkor az érdiek drágálották a hétvégés. Saját a a hát uh, inkább az uh, volt egy kicsit nehezebb, hogy a szeptemberi program az borzalmasan sűrűre sikeredett a mi szempontunkból is, ugye a bajnoksággal el, uh, kezdve, és innét uh, egészen október elejéig összesen kilenc mérkőzést játszik hat hét alatt a csapat, amiben ez a hétvégi bajnokok ligája a torna is bele uh, esik, és a több szurkoló jelezte, ugye, hogyha igazából ketten vagy hárman is járnak esetleg egy családból a mérkőzésekre, akkor ez igen megterhelő egy család Ez a, számára. Ez, a ez a, sorozat, ez, ez megterhelő, nem csak a játékosoknak. Mennyire elégedett egyébként az érdi szurkolókkal, mennyire volt sikeres a reklámakciójuk, mert előtte komoly marketing akció is volt, hogy hát öltöztessék narancs színűbe ezt a, ezt a fradi csarnokot. Így van, hát a szombati első napon ezt mindenféleképpen elértük. Igazolhatjuk, hogy narancs színű volt, igen. Így van, azt mindenféleképpen elértük. Azt tudni kell rólunk, hogy mi nem egy ö, nagy tradíciókkal rendelkező mb 1 ben szereplő, bár tradíciókkal rendelkező, de nem az mb 1 ben rendelke, tradíciókkal rendelkező csapat vagyunk. Ennek megfelelően saját magunkat is ö, reklámozni kell, és meg kell találni azokat a, azokat a, a lehetőségeket, utakat, amiket, amikkel ezeket a úgynevezett és apró kis hiányosságainkat tudjuk pótolni és ennek a része volt ez a kampány, de ez mindenféleképpen jó sikerült. Azt kell, mondjam, hogy az a típusú népszerűsítés a kézilabdának és a saját csapatunknak, ami érdemes környékén nem volt jellemző, az teljes mértékben működik. Itt egészen Budaöstől százszalombattáig az összes települést belevehetjük. Az elnök mikor dőlhetne hátra elégedetten a székben, mondjuk ennek a bajnokságnak a végére, hogyha milyen nézőszám, átlag nézőszám lenne érden a hazai meccseken? Hát ugye nyártól egy új csarnokunk van. Bizony, van egy, egy, új otthonunk. Egy 1800 fős, a régió, igen. Így van, egy régi új otthonunk van, egy 1800 főt befogadó csarnok. Most az a feladat, hogy ezt a lehető legtöbbször mindig a lehető tovább meg tudjuk tölteni, a legtöbb emberrel meg tudjuk tölteni de mint említettem, én úgy gondolom, hogy az a fajta munka, amit emellé teszünk, ez nagyon komolyan látszik is a csapaton. Ha visszagondolunk a hétvégi BL selejtezőre, osztja -e, mennyire osztja a vezetőedző Szabó Edina elkeseredettségét, illetve indulatait? Valóban nem figyeltek oda a csarnokban a megsérült Tristó Krisztinára? Én úgy gondolom, hogy maga ugye az alaprendezés az úgy szól, hogy egy mentőnek rendelkezésre kell állnia ami, amikor probléma van, akkor szokott ez előfordulni, hogy egy mentő az nem elég, ugyanis az nem hagyhatja el a helyszínt, tehát hiába van ott egy mentő az előírások szerint, mivel hogy valóban még az a maradék ezer pár száz ember ott van, ő nem hagyhatja el a helyszínt, tehát mindenféleképpen kívülről kell az országos mentőszolgálaton keresztül mentőt rendelni, vagy hívni a sérülthöz. Ugye ennek egy módja van, amit mi például a, a nyári világbajnokságon folyamatosan alkalmaztunk, hogy kettő mentőautót rendeltünk el, pontosan emiatt, hogyha olyan sérült van, akit kórházba kell szállítani, akkor nem maradjon felügyelet nélkül a csarnok is. Igen, ez némi plusz költséget jelent természetesen, de ez ezzel küszöbölhető ki. Valóban az történt, ugye, hogy mivel ez a mentő nem hagyhatta el a, a csarnoknak a területét. Ezért meg kellett várni. Ezért meg kellett várni, így van. És hát a, a ami már nem ránk tartozik, de a Magyar Egészségügyben erre fél órát kell várni, hogy, hogy egy budapest fent, helyére egy mentő autó odaérjen. Tehát azt mondja, hogy ez egyfajta ilyen rendezői... Um... Nem, ez nem, nem a rendezőknek a hibája, esetleg ha, ha kicsit útonosabban készülnek rá, akkor ez, ez kiküszöbölhető, de ez nem, ez nem rendezési hiba, hanem ez, ez ilyen az élet. Hogy van most a kitűnőségük a játékosuk? Mit lehet tudni az első hírek súlyos sérülése utaltak? Igen, ugye a, a tegnapi napon engedték ki a, a kórházból a Krisztinát. Szerencsére a körülményekhez képest jó van, lát a szemével, az már egy óriási nagy eredmény, és én úgy gondolom, hogy tegnapi naptól már a saját orvos is tábunk vette kezelésbe, kiváló orvosi háttérrel rendelkezünk, és én úgy gondolom, hogy Remélhetőleg minél hamarabb újra rendelkezésünkre fog állni. Bár egy-két olyan uh, sérülése van, mert sajnos nem egy uh, sérülést uh, jött össze ebből a, ebből a találkozóból neki. De azontól is, hála istennek, nincs akkor? Uh, hát két, két uh, komolyabb sérülés van a, az arc uh, csontján. Uh, az egyik az egy felső része lévő repedés, a másik pedig egy szintén egy alsó része lévő kisebb repedés illetve a szemén van egy kisebb leválása. Most pontosan orvosi ja, nem tudom de, de, Hát igen, ettől igen, az ütést. Igen, igen hogy folyamatosan napi szinten szemészeti megfigyelésre meg kell jelenni az orvosi stábnál. Mit mond az orvosi stáb, mennyi idő az ő gyógyulása, mikor csatlakozhat újra a csapathoz? Hát most egy hét teljes pihenőt írtak egyelőre elő neki. Én nagyon remélem, hogy a, annak a gondos orvosi ellátásnak, illetve vannak az orvosi stábnak, aki nálunk van, köszönhetően lehetőleg minél hamarabb a rendelkezésünkre fog állni majd újból. Tehát akkor az bizonyosnak tetszik, hogy amikor a nemzetközi porondra lépnek, akkor ő már ott lesz a csapattal. Hát nagyon remélem, sőt, hát ugye ennek van egy másik vetülete is, mert azért válogatott játékosról van szó, és ugye decemberben világbajnokság lesz és én úgy gondolom, hogy a formája alapján mindenféleképpen ott is kellene lenni a világbajnokságnak Krisztinál. Mit gondol, hogy ha neki ilyen kényszerű módon nem kellett volna kiszállni ebből a mérkőzésből, akkor, akkor akár nyerhettek is volna? Hát ezek csak fikciók. Nincs legyen volna, tények, tények, vannak. Egy biztos, hogy abban a, abban a minutumban, mikor ez a, ez a, a szerencsétlen ütközés megtörtént, akkor két góllal vezetett még az érd, és a, a legjobb játékosunkkal történt meg, aki a mérkőzésen a irányítását vitt a csapatunknak. E, ami a másik tény, hogy viszont ezt egy olyan játékos okozta, akinek nem ez az első ilyen típusú e, sérülés okozása. Nem mondom, hogy szándékos volt, én úgy gondolom, hogy, hogy sajnos nem volt még időm teljes mértékben végignézni a, a, a mérkőzést, illetve ezt a felvételt sem, de elegábornak Gábornak mondtam a mérkőzés után, hogy én úgy gondolom, hogy ha ez szándékos ö, ö, sérülés okozás volt, akkor ennek meg lesznek a, a jogi következményei. Erő azt mondta nekem, hogy benne van ez a játékban, amit én elismerek, ö, az ő részéről természetesen. De akkor ezt, ezt Kúckál hogy... kockára meg fogják vizsgálni. Tehát, ö... Hát én nem hiszem, hogy ilyen ennyire komolyan, persze én is egy kicsit valószínűleg ö, hogy mondja, a feldu... voltak in... Az biztos, hogy voltak indulatok Én ott a Indulatosabb először. voltam én is, e, valószínűleg mindenki hát egy, egy ilyen BL felfokozott e, hangulatú mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy nincs ez a sportvezető, aki e, zavar nélkül végig tudna nézni egy ilyen mérkőzést. E, főleg úgy, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk a playmaker vagy a legjobb játékosunkat mondjuk e, olyan atrocitás éri, ami viszont szerintem valószínűleg döntően befolyásolta a, a mérkőzésnek a folyamát. Szabó Edinának a reakcióiról pedig annyit, hogy én úgy gondolom, hogy Edin egy nagyon temperamentumos, érzelmes ember, él, él hal a játékért és Igen, a, a játékosaiért. Játékosai játékosai ér, és azért azt elég nehézen viselte, hogy egy kétszer akkor áradagadt fejű játékosa ott ül a, a, a lépcsőn, és várja, hogy a mentő elvigye, és elég nehézen de, ez, de hát ez látható volt a csapaton is, hogy meg is fogta a csapatot és, és uh. teljes mértékben másképp játszottak már utána. Elnök úr, azt mondja meg, hogy most akkor a Fradi meg az között nem igazán jó a viszony, lehet azt mondani? Ugye azt láttuk, hogy, hogy amikor a Fradi éven keresztül, meg hát most is a, így elkezdett utolérni és befogni a győrt, talán egy kicsit hasonló szituációban vagyunk most, amikor az érd a következő években szeretné utolérni és befogni a győrt és a Fradit, ugye jelesül elsőként a Fradit, szóval akkor a Fradi meg a győrt között azért voltak feszültségek adódóan a szituációból. Számíthatunk most hosszabb távon is ilyen vibrálással a két csapat között, a két szurkolótábor között? Hát vibrálás mindenféleképpen van, a mi szurkolótáborunk teljesen más összeállítású mondjuk, mint egy Ferencvárosi szurkolótábor. Amúgy jó magam is Ferencvárosi sportiskolában nőttem föl, tehát a különösebb meglepetés nem okoz nekem a Ferencváros, de az a, én úgy látom, hogy, hogy a mi életutunk a, a magyar női kézilabdában az erről szól, tehát 7 évvel ezelőtt a, a harmadosztályból, MB2-ből kezdtünk el fölfelé jönni, és itt ugye egyértelmű, hogy, hogy azoknak a, a, csapatoknak ez kellemetlen, akinek a helyére mindig pályázik az ember. De én úgy gondolom, hogy egy olyan fajta szemléletet próbálunk meg magunkkal vinni a kezdetektől fogva, ami úgy gondolom, hogy az egész magyar kézilabdának a hasznára van. Most, hogy, hogy a kegbe kerül át a csapat és a kegbe indul. Ugye a ez pont abban a felívelési szakaszában, amikor még ugye elekezés, azt mondta, hogy súranó pályások és fekete lovak voltak, hát ebből lett két keggyőzelem. Most mi van érden a, a fejekben? Mondjuk egy kegdöntőt, egy keggyőzelmet könnyebb volna elérni, mint a világ legerősebb bajnokságában copyright by íván. Szóval a világ legerősebb bajnokságában mondjuk másodiknak lenné? ezt nem a vetési találtak, hanem ezt a, a ugye van egy erős erősorrend a, a Európai Bajnokságokban, és a női, női mezőnyben, igen. nevezik igen. úgy, hogy konstatálta, tehát a női mezőnyben egyértelműen a magyar bajnoksága a, a legmagasabban jegyzett, illetve azt hiszem a férfi mezőnyben talán a negyedik helyen van a magyar Rád, összesítésben második, tehát ez is mutatja igen. a magyar kézabderejét. Az a az a, én nem nagyon gondolok egy győzelemre, meg, meg, arra, én nekem mindig az volt a célunk, hogy egy olyan, olyan játékkal, egy olyan szellemiséggel, egy olyan játékszellemmel lépjünk pályára, és teljesítsünk, mi, ami, azt a fajta közeget, amiben mi mozgunk ott a szűk környezetünkben, most ezt a szűk környezetet érd érdés környékén, azt a 150-200 ezer embernek adunk talán annyit, hogy, hogy érdemes ezzel ezen úgy gondolom, hogy azt a fajta utot, amit elkezdtünk bejárni 7 évvel ezelőtt, ezt a lehető legjobban tudjuk beteljesíteni. Természetesen ez hosszú távra tervezünk ilyen. Három éves ciklusok vannak, ugye most indult el gyakorlatilag az MB1-ben a második három éves ciklusunk. Én úgy gondolom, hogy a harmadik ciklus végén térjünk majd vissza az eredményességre, és akkor látható lesz majd, hogy. Hova tudtunk eljutni? Jó, de nem fogunk addig várni, mert majd folytatjuk a beszélgetést, és akkor jó munkát, meg, meg jó lábadozást, Krisztián. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a meghívást.